Sziasztok! Mint ahogy legutóbb említettem, szépen lassan elkezdünk azzal is foglalkozni, hogy hogyan is bírtok majd könnyebben elhelyezkedni, hogyan bírjátok megmutatni magatokat könnyedén. Ez pedig nagy segítségünkre lesz a GitHub. Mi is a GitHub? Igazából a GitHub egy verzió követő szoftver, ahol nagyon-nagyon hasznos tud lenni arra, hogy hogyha egy, egy alkalmazást, akár saját magatok, akár nagyobb cégekkel, nagyobb csapatban, akkor szépen lássátok, hogy ki, mikor, mit csinált, visszabírjátok követni, visszabírjátok forgatni korábbi verziókra, bírjátok jelezni, hogy a következő verzió mit tartalmazon, és a többi, és a többi. A GitHubról és a Gitről lényegében egy teljes videósorozatot lehetne készíteni, mi most fokozatosan fogunk majd ismerkedni vele, mindig csak a szükséges funkciókkal. A GitHubot itt éritek el a github.com, hogyha beírjátok ide, és itt a sign in képesek vagytok végigmenni, nem itt, a sign up képesek vagytok végigmenni a regisztráció, nagyon szép és nagyon modern honlap van, nyilván azért illik is, hogyha már a programozó közösség által egyik leggyakrabban használt honlapról beszélünk, itt bebírtok regisztrálni, most ezen nem vezetnének végig, csak hogy mennyire alap ez, hogy GitHub és Git használat, most összegyűjtöttem nektek kettő darab ö, állást, amit most találtam, nagyon-nagyon kevés junior állás van, de látjátok ezeknél is mindegyiknél általában szerepel, hogy a git tudás az egy alapelvárás, és el is várható, azért az már valamilyen szinten szerintem egy kezdőtől, hogy kisebb mutogatásokkal azért értse és értelmezze a github -ot. Ugyanis enélkül nyilván nem bírod feltölteni azt, amit csináltál, nem bírod lehúzni azt, amit mások csinálták, és a többi, és a többi. Nyilván te sem szeretnéd azt, hogy valamiféle kis tesztet, múlkolása teljesen felírta főszállat a dolgban, tehát ezt érdemes a gitet és a github tanulgatni, és még sok dologról beszélni fogunk, hogy azért értsetek hozzá. Na de ezt csak példának hoztam ezt a kettőt. Miután beregisztráltatok, egy ilyen felület fogad. Itt nagyon sok dolgot láthattunk, láthatjátok a top repozitoritokat. Ez egy repozitori az általánosságban egy ilyen kis programtároló, talán ezt a legszebb magyar fordítást láttam. Hogyha dolgozni fogtok egy nagyobb projekten, akkor is itt az adott cégnek lesz egy honlapja például Facebook, és akkor a Facebooknak az összes fájra ezen belül található lesz majd. Ha ide nyomok ki, itt felül az arcomra, és megnézem a profilomat. Láthatjátok, hogy itt egy gyönyörű, szép, jó képű képen van, és ennél kicsit szakállasabb vagyok. Itt megbírtok adni különböző elérhetőséget, nyilván ezáltal is könnyebben lehet hozzátok csatlakozni. Itt pedig, hogyha szeretnétek, akkor uh, érdemes azért úgy uh, Programozni, hogy itt minél több zöld legyen. Angolul szintén én eléggé régen töltögetem fel, de ezért van itt elég sok ilyen hiátus. Látjátok, azért voltam aktív időszakom, amikor ezen dolgoztam, de nem ezt használtuk alapvetően, han hanem mást, így aztán nekem most ez egy kicsit szürkébb, de itt pedig szépen jelzi, hogy melyik nap mennyit foglalkoztatok a programozással. Kezdő programozóként nyilván ez hasznos lehet azért minél zöldebben te tartani, hogy lássa hogyha egy fejvadász rákeres a profilatokra, hogy igen, ez a személyes saját magától is programozik. Itt látható a kedvenc pint uh, repozitorik, nyilván ezek azok, amelyekre legbüszkébbek vagytok, ide berakadtok fő projekteket. És talán, amit még most fontosabb, is, ami egy alap dolog, most nagyon nem akarok túlzottan belemenni, hogy szeretném, hát legyen a mai videónak a feladata, hogy készítsetek egy új repozitorit, én már meg fogom mutatni. De érdemes lehet itt kattingatni, körbenézni, ugyanúgy, mint hogy a programozásnál itt is úgy kísérletezgetni. Szóval létre fogok hozni egy repositorit, aminek kell egy név. Legyen neve le Practice. Nyilván nálam ez a név már foglalt. Én most elnevezem Practice 2-nek. Megadhatok neki egy leírást, privátra vagy publikusra állíthatjátok. Én publikra fogom állítani, állítsátok ti is, mert szeretnénk, hogy ezt más majd megnézni és létre is hozom. És ugye szeretném, nyilván bírok feltölteni is fájlokat, tehát most bármelyik index HTML, HTML, amiket csinálgattunk, azokat feltölthetnénk, de én akár itt is kézileg tudok csinálni egy new file-t. Beírom névnek, hogy index.html, és beírom, hogy h1, hello world, h1, opa, így. És elmentem. Komitolom lényegében. És hoálá, voilà. van is egy index.html-ünk, itt most már szépen formázza is nekünk. És már is van valamit csináltunk. Ide minden egyes dologot, amit csinálunk, azt majd érdemes feltöltögetni. Én nem fogok, ezt már most mondom, hogy esetek többségében én nem nagyon látom célszerűnek, hogy most én itt telipakolászom ilyen dolgokkal mert a kódok annyira rövidek, hogy nincs szükségetek szerintem a tanuláshoz, de nálam azért publikban van a legtöbb dolog, hogyha valamit szeretnétek megnézegetni, én is csak ilyen kicsi szösszenetes gyakorlásokat raktam fel többnyire, meg egy-kettő nagyobb projektet, talán van egy álláskereső portál is itt valahol. Minden esetre ide rakosgassátok fel, hogyha valaki kíváncsi látok, esetleg megtetszik a profilatok neki linkedin vagy bárhol máshol, vagy csak hozzácsatoljátok az önéletrajzatokhoz, akkor lássa szépen, hogy igen, ez a személy nagyon-nagyon gyors, sokat gyakorolt, nagyon sok programot csinált. Lehet, hogy nyilván egyszerűek, de legalább látják, hogy igen, ez a személy önállóan rászent az idejét arra, hogy programozzon, hogy foglalkozzon vele, és nem csak jelentkezett egy állásra a nagy fizum miatt, hanem ez, ez a saját idejében is valószínűleg fejleszteni fogja magát. Köszönöm szépen a figyelmet!